Az kiderült a korábbi részből, hogy a kerubok azok nagyon is közel álltak Elohimhez, hiszen ahányszor megjelent, mindig ott voltak körülötte, de a Fridládán is található két kerub, és úgy általánosságában véve úgy tűnik, hogy a kerubok magas pozíciót töltöttek be az angyalok rangsorában. Ebben a részben pedig meg fogjuk vizsgálni azt a kerubot, akit valószínűleg mindenki ismer, vagy legalábbis hallott róla. Ezt Ezikiel 28-as fejezetben fogjuk elkezdeni, a 12-es vers így szól. Embernek fia, kezd gyászéneket Tírus királyáról, és mond neki. Embernek fia, ez ugye egy Hezekiel, vagy Ezikiel, és ő az, aki Tírus királyáról egy éneket kell, hogy írjon. Tírus egyébként Kor, vagy Tűrosz, Tírus magyarul, idézőjelben magyarul legjelentősebb föníciai városállam a földközi tenger partján. Így szól Jahua Elohim, te Valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Vizsgáljuk meg, hogy mik is ezek a szavak, amikről szó van. Az arányosság az tachnit, vagy tochnit, méret arány, mérték, viszony vagy arányosság. Méret, vagy pedig arány. A pecsétgyűrű pedig nem más, mint hatam, lepecsétel, bepecsétel, pecsétel, megerősít, befejez, vagy beteljesít. Leáll, abba marad, megreked. Egyfajta pecsét. Ő volt az, aki az arányosságot, vagy a mértéket szimbolizálta, mint egy pecsét. Ő volt az, aki ezt magába foglalta. Teljes bölcsességgel, bölcsesség az chokma, bölcsesség, értelem, szakértelem, ügyesség, jártasság vagy találékonyság. Chokma egy nőnemű főnév, és a Gesinius azt mondja, hogy szellemi értelemben vett bölcsesség, ami Elohim félelmével párosul, vagy pedig okkult bölcsesség. Ugye chokma megfelelője Sophia a görögben. Tökéletes szépségben. A szépség szó jopi, szépség, nagyszerűség, fenség, vagy pedig ragyogás, és ugye a többi az azonos. A tökéletes pedig egy melléknév lesz, és ez khalil, mely teljes vagy tökéletes, teljesség, teljesen elégő áldozat. Teljes. Ezt jelenti a khalil. Szóval Tírus királyáról beszél, és azt mondja, hogy ő az arányosság megtestesítője a chokma, vagy bölcsességgel teljes és tökéletes szépségben. Azonban, ami meglepő, az a következő mondat. Édenben, Elohim kertjében voltál. Éden, ugye, Éden, az ember első tartózkodási helye a teremtés után valahol a termékeny félhold területén. Nyilvánvaló, hogy Tírus királya nem lehetett az Éden kertjében, hiszen nem élhetett akkor. Úgyhogy valami másról van szó, és ez ki fog derülni később, hogy mi is az. Illetve hát, hogy ki is az. Így folytatja, rakva valám mindenféle drága kövekkel, és ezután egy felsorolás következik, amiből néhány ismerős lehet, hiszen a topáz, jáspis, társis, zafír, erről már volt szó korábban. De nézzük meg őket. Karniol, topáz, jáspis, társis, onyx, berillus, zafír, gránát és smaragd. Karikáid mesterkézzel, mélyedéseid aranyból készültek amanapon, melyen teremtettél. 9 darab követ sorol fel, de hogyha jobban utána nézünk, akkor látni fogjuk, hogy míg a magyar verziók megegyeznek a 9 drágakőben, a káldi vagy a katolikus az arany szintén, addig a Septuaginta 12-t sorol fel, és ez az a 12, ami itt látható. Nem tudom lefordítani őket magyarra, hogy pontosan melyik micsoda, de az biztos, hogy itt 12 darab van, ugye az ezüst és az arany ékelődik be közé, de azok ugye nem drágakövek, szóval az nem tartozik bele, de azon kívül a Septuagintában 12 van felsorolva. Egyébként az amerikai standard verzió szintén egyetért a Septuagintával, és ők is 12 darab drágakövet sorolnak fel. Egyébként ez 1901-ből való ez a fordítás.
Mindenféle drágakövekkel volt díszítve, ugye itt 9, de egyébként a másik fordításokban láthattuk, hogy 12. Ami még érdekes az az talán, hogy ha elolvassuk Semót, második Mózes 28-as fejezetet, 15. versben leírja, hogy csináld meg az ítéletnek Hósenét, vagy a Hósen egyébként a főpapi ruha mell része, egy ilyen, egy mellvért forma, úgy csináld, mint az efódot csináltad, az efód pedig egy papír ruha, amely lenből készült. Ez maga az efód. Aranyból kék, bíborpiros, karmazsin színű és sodrott lenből csináld azt. Ez a hosen a mell része. Négyszögű legyen, két rétű, és arasznyi hosszú, és arasznyi széles. Azaz egy viszonylag kicsi része ez a mell egységnek, ami a ruhán található. Foglalj abba belefoglalni való köveket, négy sor ilyen követ, ilyen sorban. Szárdisz, szárdiusz, topáz, smaragd, karbunkulus, zafír, gyémánt, jácint, agát, ametiszt, krizolit, onix, jáspis. És ezeket arany keretekbe foglald bele. Ugyanezeket a köveket találjuk meg egyébként itt is, majdhogy nem. 12 követ említ ugye Semót 28-as fejezet, és láthattuk azt, hogy Ezékiel 28-as fejezet is bizonyos fordításokban 12 követ említ, és abban megtalálhatók azok, amik egyébként kimaradtak a magyar többek között a Károli féle fordításban. 14-es versben azonban kiderül, hogy kiről is van szó, mikor azt írja Valál felkent oltalmazó kerub. Azaz egy kerubról van szó, egy angyali lényről, aki felkent ráadásul, ez a szó memsach, és ez kiterjesztés, kiterjedés, nagyméretű, kiterjedt, messzire elérő, széles szárnyú, mint egy kerub, vagy pedig felkent akárcsak egy kerub. A Gesinius pedig azt írja, hogy felkenetés, vagy kiterjedés, kiterjesztés úgy, mint felkent, mimsach. A másach szóból ered, mely befest, vagy beken, vagy felken, úgy, mint szakrális értelemben, tehát a különböző rítusok, vagy vallási értelemben felkenetik, felszenteltetik. Ugyanezt mondja a Gesinius, annyi különbsége, hogy hozzáteszik azt, hogy olajjal beken, akár kenyérfélét, vagy pajzsot, vagy oszlopot, követ, papot, teljesen mindegy, ugye felszentelik. És állattalak téged, hogy Elohim Kodes vagy Szent hegyén valál tűzes kövek közt jártál. Ez a tűz, ez és, vagy és, amiről szó volt korábban, ugye Jahua pusztít, ez az a fajta tűz, amit kiszórt a városra, mikor a izzóparazsat kiszórta a kerub, és a többi. Szóval ez ugyanaz a tűz, és ilyen kövek között járt ez a kerub. Fedhetetlen valál utaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned. Tamim, azaz tökéletes voltál, teljes, egész, kerek, épp, ugyanaz a tamim, tökéletes, hibátlan. Fogyatkozás nélküli, egészséges, romlatlan, sértetlen, ártatlan, fedhetetlen, becsületes, tisztességes. Tamim, fedhetetlen vagy tökéletes, ugyanaz a szó, amit, ha visszaemlékszünk, használt Bereshit 6-os fejezetben, mikor Nach vagy Noé leírására használta az, hogy Noa vagy Noé fedhetetlen volt az emberek között. Tökéletes. Tamim. Azonban egy nap gonoszság találtatott benne, ez pedig Avelach, és ez, mint tett, ez gonoszság, gonoszkodás, ármánykodás, csalás vagy jogtalanság, vagy pedig hazugság, vád, vádaskodás, ítélkezés, igazságtalanság, jogtalanság, méltánytalanság. Gesinius azt állítja, hogy gonoszság, csalás vagy jogtalanság. Láthatjuk, hogy ezek mind azok a tulajdonságok, amelyekkel Satánt jellemzi, a vádló, az ellenség, az, aki hazugság atya. Ő az, ez volt az, ami találtaték benne, és az volt a pillanat, amikor elindult lefelé számára ez az egész út. Ha megnézzünk néhány másik verziót, tökéletes voltál útjaidon,
teremtésed napja óta még gonoszságot nem találtam benned. Vagy tökéletes voltál teremtésed napjától addig, amíg gonoszságot nem találtam benned, illetve tökéletes valál a te utaidban attól a naptól fogva, melyen teremtettél, míglen álnokság találtaték benned. Az angol fordítású Septuaginta iniquity-t használ, és a King James is iniquity-t használ. Iniquity az bűn. 16-os vers így szól, kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg, és vétkeztél. Ez a vétkeztél, hatá, hiányt szenved, téved, téveszt, eltéveszt, elhibáz. Ugye Tora, már megbeszéltük sokszor, a Tora maga az a vezető kinyilatkoztatásának a jele, és ezt a jelt eltéveszti az, aki ugye ez a hatá, aki bűnt követel, eltéveszti a célt, vétket követel, vétkezik valaki ellen, bűnös, felelős valamiért. Azaz megszegte azt a szabályrendszert, ami számára fel volt állítva. Ez a kereskedésed pedig üzérkedés, adásvétel, közlekedés, kereskedelem tulajdonképpen, rakhola. Azért levetélek téged Elohim hegyéről, elvesztélek, te oltalmazó kerub a tüzes kövek közül. Azaz ott volt a tüzes kövek között Elohimmal, ő volt az, aki tökéletes volt, nem csak hogy tökéletes volt, hanem olvashattuk, hogy ő az, aki az arányosság pecsétgyűrűje, bölcsességgel teljes, tökéletes szépségben. Erőszakossággal telt meg, és vétkezett, megszegte a Torát. Szíved felfúvalkodott szépséged miatt, ez a büszkeség, megrontottad bölcsességedet fényességedben, ostoba lett, földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemük gyönyörűségére. Láthatjuk azt, hogy itt csak átvitt értelemben beszélt Tírus királyáról, egyébként egy felkent, oltalmazó kerubról beszél, aki Elohim jelenlétében volt, és a tökéletességnek a mintaképe volt. Ő volt a legnagyszerűbb kerub, mindaddig, amíg bűn nem találtatott benne. Kétszer is leírja azt, hogy azért levetélek téged Elohim hegyéről, illetve hogy a földre vetettelek királyok előtt. Nézzük meg, hogy ki az, akiről szó van. Ézsaiás 14-es fejezetben hasonló a szituáció, a 4-es vers így ír. Egy gúnydalt mondott Babilon királya felett, és szólsz. Ezúttal ugye Babilon királyáról van szó. Miként lőn vége a nyomorgatónak, a szolgaság házának vége lőn. Ha jobban megfigyeljük, itt is Satánról van szó, a felkent kerubról, és úgy írja le, mint Babilon királyát. Úgyhogy amikor vége van Babilonnak, illetve majd később Satán uralmának, akkor ez az időszak következik, amit így ír le. Eltörte Jahu a gonoszok pálcáját, az uralkodóknak veszélyét, aki népeket vert dühében, szüntelen való veréssel, leigázott népségeket haraggal, kergettetik feltartóztathatatlanul. Nyugszik, és csöndes az egész föld, újongva énekelnek. Majd így folytatja, alant a sír megindult te miattad megérkezésedkor, ez a sír, ez nem más, mint Seol. Az alvilág maga, Seol, Hádész, sötét, a föld alatti hely, ahol a halotti árnyak találhatók. A legmélyebb bűnbe süllyedés állapota átvitt értelemben. Ugyanis ez az utolsó ítélet pillanata, amikor ő megérkezik majd oda. Miattad felriasztja árnyait, a föld minden hatalmasit felkölti székeikről, a népek minden királyait. Mind megszólalnak, és ezt mondják neked, erőtelennél lettél te is, miként mi. Hozzánk hasonlatos levél. Kevésséged, azaz büszkeséged és lantjaid zengése a sírba szállt, fekvő ágyat férgek, takaró leplet pondrok. Ha visszaemlékszünk, akkor ez egy gúnyda a Babilon királya felett. De így folytatja a 14-es versben. Miként estél alá az égről fényes csillag hajnalfia, levágattál a földre, aki népeken tapostál. Holott te ezt mondád szívedben, az égbe megyek fel, Elohim csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Fölibök hágok a magas felhőknek, hasonló leszek a magasságoshoz.
Elyon legmagasabb, pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe. Akik látnak rád, tekintenek, gondolják, ez-e a földem a háborgatója, aki királyságokat rendített meg, aki a föld kerekségét pusztasággá tette, városait lerontá, foglyait nem bocsátá haza. A fényes csillag hajnal fia, erre már nagyon sok szó esett, hogy mi is ez. Ez ugye Hellel, és ez maga a fényes csillag, és a fia az Ben, hajnal pedig Sahar lesz. Sahar, hajnal, pirkadat, derengés, reggeli szürkület, virradat vagy pitymallat, átvitt értelemben pedig kezdet. Ha megnézzük a Gesinius-t, akkor egy pillanat, hajnal, vagy pedig reggel. Ez a fényes csillag hajnalfia, Heilelben Sakhar, ez az, akit legtöbben Lucifernek ismernek, vagy Satánnak. Szóval mindkét vers róla szólt. Ő volt az a kerub, aki a legtökéletesebb volt, a legelső volt köztük mindaddig, amíg bűn találtatott benne a büszkesége miatt, és az erőszakossága miatt. Ezután lekerült a földre, és a földön folytatta azt az álmokfutást, illetve pusztítást, amit elkezdett a spirituális dimenzióban. Ezek után még nézzük meg Ezékiel 29-es fejezetet, ahol így szól: embernek fia, vess tekintetedet Fáraóra, Egyiptom királyára, és prófétálj ellene, és egész Egyiptom ellen. Szólj és mondjad, így szól Jahuva Elohim. Íme én ellened megyek, Fáraó, Egyiptom királya, te nagy krokodil, aki fekszik folyói közepette, aki ezt mondja, enyém az én folyóm, és én teremtettem magamnak. Probléma ugyanaz, mint Tírus vagy Babilon esetében, hogy a büszkeség úrrá lesz az emberen, ezért hasonlítja őket egymáshoz, és tulajdonképpen Satánról, az ellenségről beszél átvitt értelemben. Horgokat vetek szádba, és azt cselekszem, hogy folyóid halai odaragadjanak pikkelyeidhez, és kivonszlak folyóid közepéből, és folyóid minden halait, melyek odaragadnak pikkelyeidhez. Fáraó az, aki azt mondja, hogy ő teremtette, ez az én folyóm, aki büszke lesz attól, amit elért az egész Egyiptom, és a halak, amik hozzáragadnak a pikkelyekhez, azok pedig azok az emberek, akik hasonlóképpen gondolkodnak abban az országban. Így egy képét mutatja Satánnak és azoknak az embereknek, akik őt követik azzal, ahogyan élnek. És kivetlek a pusztába téged, és folyóid minden halát, a mező színére esel, egybe nem szedetel, s nem gyűjtetel, a földi vadaknak s az égi madaraknak adlak eledelül. Földi vad, égi madár, ezek a különböző népek, azaz elpusztítják Egyiptomot. És megtudják mindnyájan Egyiptom lakói, hogy én vagyok Jahua, mivel hogy ők nátszábot valának Izrael házának, melyet ha megfognak, kezükkel összetörsz, s felhasítod egész vállukat, és ha reátámaszkodnak, összeroppansz, s megrázod egész derekukat. Ez okáért így szól Jahuá Elohim, ímé hozok ellened fegyvert, kivágok belőled embert és barmat, és legyen Egyiptom földje pusztasággá, sivataggá, és megtudják, hogy én vagyok Jahuá, mivel hogy azt mondja, a folyó az enyém, én teremtettem. Probléma ugyanaz, mindig újra és újra. Azok, akik nem képesek a Tora szerint élni, azért nem képesek, meg erőt vesz rajtuk e világ hatalmassága, aki Satán, a büszkeség, a bujaság és a lázadás szelleme, aki dolgozik mindezekben az emberekben, akik őt követik. Ugye, amikor azt mondja, hogy te nagy krokodil, akkor a Kádi az egyetlen a magyarból, aki te nagy sárkánynak fordítja. Egyébként a King James szintén nagy sárkányt ír, illetve a Septuaginta szintén nagy sárkányt ír, az amerikai standard verzió pedig nagy szörnyet ír, amely a folyóban rejtőzik, az arany nagy cethalnak fordítja, a katolikus pedig nagy krokodilnak, és ahogy mondtam, a Káldi az egyetlen, aki nagy sárkánynak fordítja a magyarból, a Károli az pedig ugye nagy krokodilt ír. Egyébként maga a szó a stanim, mérges kígyó vagy sárkány, tengeri vagy folyami szörny. A Gesinius szerint pedig óriási tengeri lény,
Vagy kígyó, óriás kígyó, tengeri kígyó, vagy pedig krokodil. Bár a Sít 1 Mózes 21-es fejezetben, mikor azt írja, hogy teremti Elohim a nagy vízi állatokat, akkor ugyanezt a szót használja, tán ním arra, hogy vízi állatokat. De amikor a jól ismert jelenet lejátszódik, amikor Fáraó varázslói és Áron a földre dobják a botot, és azok kígyóvá változnak, mindannyiszor ez a kígyó, ez Tanim lesz. De menjünk vissza a Hizikiel Ezikiel 29-es fejezethez, és nézzük meg még egyszer ezt a két verset. Íme én ellened megyek, Fáraó, Egyiptom király, te nagy krokodil, ugye, ami nagy sárkány, vagy valamilyen kígyóforma, vagy krokodil, vagy szörnyforma, vízi szörny, aki fekszik folyói közepette, aki ezt mondja, enyém az én folyóm, és én teremtettem magamnak. Horgokat vetek szádba, és azt cselekszem, hogy folyóid halai odaragadjanak pikkelyeidhez, és kivonszlak folyóid közepéből, és folyóid minden halait, melyek odaragadnak pikkelyeidhez. Nézzük meg, hogy ki tudunk-e deríteni valamit erről a nagy krokodilról. Ez ugye Jób 41-es fejezet, ugye a nagy Cethalon rajzolja Elohim a hatalmát, és ugye ez a héberben krokodilus ez a kifejezés, Tanim, ez az, amiről eddig szó volt. Ugyanaz, amihez Fáraót hasonlította. Így indul ez a fejezet. Kihúzhatod-e Leviatánt horoggal, leszoríthatod-e a nyelvét kötéllel? Húzhatsz-e gúst az orrába, állát szigonnyan átfúrhatod-e? Vajon járul-e elődbe sok könyörgéssel, avagy szól-e hozzád sima beszédekkel? Ugye arról beszél, hogy képes vagy-e megszelidíteni ezt az állatot, el tudod-e fogni ezt a lényt, amit ő Leviatánnak hív. És láthatjuk, hogy ehhez hasonlította Fáraót, a nagy krokodilt, vagy a nagy sárkányt, vagy a nagy víziszörnyet, hogy horgokat vet a szájába, és hogy a halai a folyónak odaragadnak majd a pikkelyeihez. Leviatán egyébként egy tengeri szörny, vagy egy tengeri kígyó, Babilon szimbóluma ugye itt ezek szerint, és Lava illeszkedik, csatlakozik, kísér, vele megy, vagy vele marad. Csatlakozik, vele van, vele marad. Ez a szó jelentése. Csavarodik, tekereg, körbevesz, úgy, mint egy kígyó csinálna. A Gesinius pedig azt mondja, hogy illeszkedik, csatlakozik, vele marad. Úgy csatlakozik, vagy illeszkedik, ahogyan a pikkelyek illeszkednek a halra. Csatlakozik hozzá, vagy vele marad. Vajon járul-e elődbe sok könyörgéssel, vagy szól-e hozzád sima beszédekkel? Ugye arról beszél, hogy ki az, aki képes ezt megtenni ezzel a hatalmas állattal, aminek természetesen van egy spirituális értelme, ez az, amit ki fogunk deríteni, és meglátjuk, meg fogjuk érteni azt, hogy miért is hasonlítja Fáraót hozzá, miért hasonlít minden királyt az ellenséghez, Satánhoz, vagy Luciferhez, vagy Heileben, Sakárhoz, mivel végigvonul ugyanaz a tulajdonság mindegyiken, és nem csak rajtuk, hanem mindazokon az embereken, akik őket követik. Vajon Frigyet köte veled, hogy fogad őt örökös szolgádul? Játszhatol-e vele miként egy madárral, gyermekeid kedvéért megkötözheted-e? Alkudozhatnak-e felette a társak, vagy a kalmárok közt felosztatják-e azt? Telerakhatod-e nyársakkal a bőrét, avagy szigonnyal a fejét? Vesd rá a kezedet, de megemlékezzél, hogy a harcot nem ismételed. Egy olyan lényről van szó, ami megmásíthatatlan, megváltoztathatatlan, megszelidíthetetlen. Egy olyan dolog, ami teljesen önálló, és a saját feje után megy. Íme az ő reménykedése család, látása és halálra ijeszt. Azaz egy félelmetes jelenségről van szó. Annyira, hogy nincs olyan merész, aki őt felverje. Ki hát az, aki velem szállna szembe? Ki adott nekem előbb, hogy azt visszafizessem? Ami az ég alatt van, mind az enyém. Nem hallgathatom el testének részeit, erejének mi voltát, alkotásának szépségét. Leviatánról beszél az alkotója. Ki takarhatja fel ruhája felszínét, két sor foga közé kicsoda hatol be? Kinyitotta fel orcájának ajtajait, fogainak sorai körül rémület lakik. A 15-ös az,
ami érdekes igazából számunkra, illetve innentől kezdve büszkesége, csatornás pajzsok összetartva, szorító pecséttel. Egyik szorosan a másikhoz lapul, hogy közéje levegő sem megy. Egyik a másikhoz tapad, egymást tartják, egymástól elszakadhatatlanok. Úgy, ahogyan a krokodilnak a bőre, a pikkelyéről beszél, a bőréről beszél, azt írja le, és a büszkeséghez hasonlítja, a büszkeség ez gavá. Méltóság, fenség, magasztosság, áradás, emelkedés vagy hullámverés, büszkeség, gőg, fenhéjazás, vagy döjf, vagy döjfösség. Ahogyan Satán elbukott, ugye először méltóságos volt, fenséges, magasztos, a legtökéletesebb, a tökéletesség mintaképe, a bölcsességnek a példája, aztán pedig a büszkesége, a gőg, a fenhéjazás és a döjfössége erőt vett rajta, mint egy áradás, és a végén ő lett az, aki példa mindenki számára, hogy hogyan ne járja az ember az utat. Úgy ragadnak össze a rajta az állaton magán a pikkelyek, ahogy a büszkeség az embert körbeveszi és összeszorítja, mint egy pecséttel vannak összetartva. Az egyik a másikhoz szorosan hozzálapul, úgyhogy a levegő sem megy be közé. És egymást tartják, egymástól elszakadhatatlanok. Ha visszaemlékszünk, amit mondott Fáraóról, akkor az az volt, hogy a pikkelyeihez hozzá ragadnak az emberek. A büszkeség volt az, amiről beszél, mikor a társadalom egésze elhagyja a teremtőt, és mindenki követi a vezetőt, és teljesen megbabonázza mennek előre. Hogy lássuk azt, hogy nem én találom ki ezt, a Káldi egyértelműen azt írja, hogy teste, mint egy öntött pajzs, egymáshoz simuló pikkelyekből van egybe rakva. Az egyik a másikhoz lapul, levegő sem férkőzik közéjük, az egyik a másikhoz tapad, egymást tartják, s el nem válnak. A katolikus így ír, hát a pikkelyeket visel barázdáson, mik le vannak zárva kovakő pecséttel. Egyik a másikhoz hozzáilleszkedik, levegő sem hatol át közöttük, szorosan záródik egyik a másikhoz, összekapcsolódnak, s el nem választhatók. Az arany az, ami hasonló ugye a Károlihoz, ezt már megbeszéltük, hogy miért is. Ha tovább haladunk, akkor így jellemzi tovább. Tüsszentése fényt sugároz ki, és szemei, mint a hajnal szempillái. Szájából szövétnekek jönnek ki, tüze szikrák omlanak ki, orjukaiból gőzlövel elő, mint a forró fazékból és üstből. Ugye így jellemezte magát Jahuát is korábban. Azért, mert ez olyan akar lenni, ez a lény, mint amilyen maga a teremtő. Lehellete meggyújtja a hold szenet, és szájából láng lövel elő. 24-es vers, szíve kemény, mint a kő, oly kemény, mint az alsó malomkő. Ugye ez volt a probléma Izraellel is, hogy egy új szívet kellett nekik adnia, és mindannyiunknak, hogy a szívet ki kell cserélni egy élő szívre, azt a kőszívet, ami az emberben van, azt ki kell cserélnie egy úgynevezett hús szívre. Ezékiel Hezekiah 11:17, és adok nekik egy új szívet, és új lelket adok belétek, és eltávolítom a kő szívet az ő testükből, és adok nekik egy hús szívet. Miért? Hogy az én végzéseimben járjanak, rendeléseimet megőrizzék, és cselekedjék azokat, és legyenek nekem népem, és én leszek nekik hatalmasságuk. Akiben egy élő szív van, az, aki az ő rendeléseiben jár, akiben a kőszív van, az az, aki ezek ellenére jár. De akiknek szívük az ő fertelmességeik és utálatosságaik szíve szerint jár, azoknak útját fejükhöz verem, mondja Elohim Jahua. És ez akkor van, amikor a kerubokon elhagyja a várost és felszáll a hegyre. Ez az, amiről beszél. Úgyhogy így körbeértünk tulajdonképpen. A kőszív reprezentálja azokat, akik nem az ő parancsolata szerint élnek, akik a Leviatánt követik, mint ahogy az összes uralkodó és az összes nemzet addig. Aki az ő végzéseibe jár, az az, aki az ő népe, és abban van benne ez a hús szív, és aki a saját szíve után jár, az pedig mindaz, aki ezek ellenére él. Ezután leírja azt, hogy semmi fegyver nem fog rajta
Teljesen mindegy, hogyan próbálkoznak, és felkavarja az egész világot, amerre megy. A vizet ugye felkavarja, és úgy fejezi be, hogy nincs a Földön hozzá hasonló, amely úgy teremtetett, hogy ne rettegjen. Lenéz minden nagy állatot, ő a király, minden ragadozó felett. Leviatán, azaz Satán, vagy Heilebben Shakar, ez a felkent kerub az, aki minden ragadozó felett, azaz mindenki felett, aki ezt az utat követi, aki elhagyja a Tora által kijelölt utat, ő az uralkodó felettük, és ő az, aki irányítja az ő birodalmát, illetve hát tulajdonképpen az egész világot egy maroknyi embercsoport kivételével, aki hajlandó a Tora szerint élni. Ezzel a kerubokat befejeztük, és szerintem nagyszerű az, hogy mennyire árnyalt az egész írás, hogyha az ember időt szán rá, és részletesen belemegy, akkor rengeteg dolgot ki tud belőle hámozni, és szerintem nyilvánvaló az is, hogy még így is nem járunk szinte sehol, csak a felszínt próbáljuk megkezdeni, hogy a teljességét tekintve, hogy mennyire sokoldalú az írás, és mennyi információt rejt. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!